Én olyan kutyapanziókat javaslok, ahol tényleg foglalkoznak is a kutyával, tehát nem csak beteszik valahova, kiengedik pisilni, aztán visszateszik, de nagyon sok olyan hely van, ahol rögtön azzal indítják a napot, hogy na, egy nagy séta, és akkor elmennek, és egy nagy séta, ott nagyot hancuroznak, a kutyák játszanak egymással, szépen elfáradnak, utána pedig nem azon aggódnak, hogy júj, nincs itt a gazdja, hanem kipihenik a játék során szerzett fáradalmaikat. Viszont itt is fontos, hogy ha beadom a kiskutyámat, akkor nyugodtan menjek onnan el. Tehát ne az legyen, hogy nagyon aggódom, és akkor jaj, szegény kiskutyám, most én elmegyek, itt hagylak téged, jövök érted 2 nap múlva, ne aggódj, ne sírjál, nem lesz semmi baj, stb. Mert ha egy ilyen állapotban vagyok én magam, akkor ezt nagyon könnyen át tudom ragasztani a kiskutyámra, és sokkal rosszabb lesz neki az első időszakban az elvárás, mint hogy azt mondja, hogy na, szia kiskutyám, itt nagyon jó lesz neked, csá. Jó, úgyhogy mindenképpen nyugodtan álljunk ezt hozzá, és válasszuk ki a megfelelő kutyapanziót.